Hírstúdiónk vendége Szepesi Tibor, a Dériné igazgatója. Őt nagykunsági kulturális napok programsorozatról kérdezzük. Mai vendégünk Szepesi Tibor, a Dériné kulturális, turisztikai sportközpont és könyvtár igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket is. Közeledik augusztus 20-a. Milyen rendezvényre lehet idén városunkban számítani a kialakult helyzet miatt? Igen, valóban közeledik, és a jó megfogalmazás a számítani, hiszen mi is tervezzük a programokat, mint ahogy egész évben terveztük. Természetesen szeretnénk, hogyha ezek a tervek valóra is válnának, de látjuk a pandémia helyzetet, fokozatosan alakul, változik, tehát egyenlőre valóban csak tervek azokat, amelyeket mi is papírra vetettünk. Ettől függetlenül bízunk abban, hogy a helyzet lehetővé teszi, hogy az előre eltervezett programok augusztus 19-20-án és azon a hétvégén megrendezésre kerüljenek. Milyen óvintézkedések betartása mellett kerülhet majd erre sor? Természetesen az ajánlott óvintézkedéseket próbáljuk betartani, azokat a létszámkorlátokat, a létszámkorláthoz tartozó előírásokat fokozatosan figyeljük, és természetesen ennek megfelelően tartjuk be. Azt kérjük mindenkitől, hogy próbálja betartani ezeket az óvintézkedéseket, tehát lehetőség szerint betegen, lázasan ne látogassa a rendezvényeket, a védőtávolságot próbáljuk betartani, és aki úgy érzi, hogy maszkban biztonságos az ő látogatása a rendezvényhez, az természetesen viselje mindenképpen a maszkot. Az augusztus 20-ai rendezvényen kívül, amely még most akkor tervezés alatt áll, ahogyan említettük, melyek azok a rendezvények, amelyek szintén előkészületben vannak, de úgy tűnik, hogy megtartásra fognak kerülni az elkövetkezendő időszakban? Én azt gondolom, hogy nézzük meg akkor először, hogy mit terveztünk a 19-20-ai hétvégére. Hiszen 19-én, augusztus 19-én a Szent István napi programok elkezdődnek, terveink szerint. Délutáni órákban a zászló felvonással, hiszen nemzeti ünnep augusztus 20-a. Ezt követően kerül megrendezése, megtartása a Dériné Kulturális Központban egy könyvbemutató, amely Alvinc József, Fazekas Sándor, Jójárt László és Kuruc Mihály Mindent a magyar vidék jövőjéért, mezőgazdaságunk 2010-2018 című könyvének a bemutatója. Ugye ez a könyv már bemutatásra került Budapesten a Karmelita Kolostorban, de miniszter úr mindenképpen kifejezett kérése volt az, hogy Karcagon, az ő szűkebb környezetében is kerüljön bemutatásra ez a könyv, amely természetesen nem csak egy könyvbemutató lesz, hanem dedikálással egybekötve. Tehát megvásárolható a könyv, és miniszter úr dedikálja is mindenkinek ezt a nagyon szép könyvet. Ez lesz a 19-e programja. És hát terveink szerint az augusztus 20-ai nap a megszokott rendben kerül majd lebonyolításra, legalábbis reményeink szerint. Vagyis a reggeli órákban a Szent István napi búcsúi szentmise a katolikus templomban, ezt követi majd a körmenet, mely után 11 óra magasságában a Városháza dísztermében az ünnepi önkormányzati ülésre várjuk az érdeklődőket, ahol az ünnepi beszédet Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes fogja tartani. Ünnepi műsor is lesz természetesen ebben a programban, ahol karcagiak fognak fellépni, Donkó Anna Mária és Donkó Imre, a Debreceni Csokonai Színház művészei fognak egy reményeink szerint gyönyörű előadással elkápráztatni ismét mindenkit. Természetesen ezen az ülésen nem maradhat el a szokásos új kenyér megszentelése, megáldása, mely után az ilyenkor szokásos városi kitüntetések kerülnek átadásra. Egy picit talán azt gondolom, hogy több kitüntetés fog a mostani önkormányzati ülésen átadásra kerülni, illetve köszöntésre kerülni a kitüntetetek, hiszen a megyeházi ünnepséget is létszámkorlátok közé szorították jelen helyzetben, tehát várhatóan a megyei kitüntetettek is itt lesznek a város részéről köszöntve. És hogy augusztus 20 nem maradhat el körmenet nélkül, arató felvonulás körmenet nélkül, amely
Idén egy újabb helyszínen kerül megrendezésre, próbáltuk picit mindig módosítani, keresni a helyét. Ebben az évben a Múzeumparkból fog indulni a felvonulás, amelyet megelőzi. Én azt gondolom, hogy nagy örömünkre egyre többen jelentkeztek lovasok és szekerek, fogatok. Tehát egy csikós bemutatóval veszi majd kezdetét 16 óra 30-kor a Múzeumparkban a felvonulás. A csikós bemutatót követően indul majd a Múzeumparktól a felvonulás. Csikósok, fogatok, lovaskocsik, és ezt követi majd a mezőgazdasági nagygépek. Tehát várhatóan egy nagyon nagy létszámú felvonulás kerül idén lebonyolításra. A Múzeumparkból indulnak, a Múzeumparkba érkeznek, de egyébként a szokásos útvonalat fogják majd bejárni a felvonulók. És hogy addig, amíg megy a felvonulás, addig a gyerekek se unatkozzanak, így a Múzeumparkba egy kis kézműves foglalkozás, illetve óriás bábosok fognak egy kis előadással kedveskedni a gyermekeknek. És hát van egy rendezvény, amit már régen lekötöttünk, és azt gondolom, hogy lassan hagyomány is az augusztus 20-ai programban. Ez pedig a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnak a fellépése, koncertje a Városháza előtt, ahol idén egy magyar estet fognak prezentálni számunkra. Én azt gondolom, hogy ismét egy nagyon szép előadást láthat, aki ellátogat majd a Városháza elé, ahol egyébként létszámkorlát lesz, tehát az 500 fős korlátot mindenképpen szeretnénk betartani. Csak ülőhelyek kerülnek kialakításra. Én azt gondolom, hogy az előző évek tapasztalata alapján el fogjuk tudni úgy helyezni a székeket, hogy a megfelelő védőtávolság betartásra kerüljön, de természetesen nagyon kérünk mindenkit, hogy figyeljen oda erre a védőtávolságra, és ha megtelik a tér, akkor sajnos, hogy majd kordonon kívülről esetleg hallgatném, lehet egy kicsit távolabbról, de én bízom a karcagiak megértésében, és remélem, hogy meg tudjuk tartani majd ezt a koncertet. És hát folytatódnak ugye a programok, hiszen ez nap 20-án kerül megrendezésre még a Nagykun Horgász Egyesület szervezésében a szokásos horgászverseny, illetve másnap 21-én az Ifjúsági Házban egy metal fesztivál a fiatal zenekarok fellépésével a rockzene rajongóinak, illetve 22-én, most nem a streetball bajnokságot tartjuk a Kosárligetben, hanem egy újfajta rendezvényt próbálunk. Zárójelben megjegyzem egyébként, hogy nem marad el a streetball, egy kicsit később, majd a szeptember elejé időszakban kerül megrendezésre, de hogy ne maradjon a Kosárliget sem program nélkül, ezért és érdekes módon most kerestek bennünket a Jászlókun-Szolnok megyei Kosárlabda Szövetségtől, hiszen egyetlen olyan szabadtéri pálya van a megyében, amely a szabványoknak megfelel, ez pedig a Karcagi Kosárliget. Tehát egy felkészülési, megyei felkészülési kosárlabda tornát láthat majd 22-én délután, aki kilátogat a Kosárligetbe. A Szolnoki Olaj, a Törökszent Miklósi Kosárlabda Klub, a Karcagi Sportegyesület és a Derecskei kosarasok fogják összemérni a tudásukat. Tehát én azt gondolom és úgy látom, hogy ebben a 3-4 napban a Szent Istvánnapi napi programokban a szokásos és a gazdag kulturális kínálat látható, hallható, élvezhető a városban. Én megköszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen.